Kellemes húsvéti készülődést mindenkinek! Ilyenkor nem csak lélekben várjuk az ünnepet, hanem nagy a sürgés, forgás a konyhában is, főként a nők körében. Bárány, sonka, nyúl, tojás és természetesen a locsolózás. Hogyan kötődnek ezek az ételek és népszokások az ünnephez? Erről is beszélgetünk ma itt Salánkon, miközben megfestjük a legszebb húsvéti hímes tojást. Méghozzá piasszal! Kétféle tojást készítenek Salánkon, a hagymahéjast és az aranyporost, bronzporost. Most mi melyiket fogjuk elkészíteni, Idus néni? Hát most mi mind a kettőt elkészítjük. Először is elkészítjük a hagymahéjas tojásokat, mert azoknak le kell hűlni, mielőtt betennénk a hagymahéjból főtt lébe, és aztán pedig neki látunk az aranyporos tojások hímezésének, rajzolásának. Hogyan indul ez a folyamat? Mi az első lépés? Hát ahhoz, hogy ezeket elkészítjük, először is szükségünk van egy tojásra, friss házi tojásra, amit már előre elkészítünk, gondosan kiválogatunk, megfőzünk, ugye a repedezetteket azt nem használhatjuk fel, és amikor megvan a tojás, akkor szükségünk van még először is viaszra. A viaszt, ez a méhviasz, amit felolvasztunk, itt ebbe a kis tálkába, amit itt látható is, szükség van egy melegítőtestre, ha más nincs, akkor egy ilyen elektromos készülékre, de régen a tűzhely volt a melegítőtest, vagy akár egy kis mécsesre is rátehetjük a kis edénykét, ami fémből kell, hogy készüljön, ugye, mert ez forró, fel kell forrósítani. Az a fontos, hogy minél melegebb legyen a viasz. Rákapcsoljuk a hőfokot, és utána veszük ezt a kis szerkezetet, amit úgy hívunk, hogy kitce. Írókának is nevezik egy-egy helyen. Tehát ez a kitce egy kis fa, egy kis botocskából készül, és a végén egy fémből formált kis csövecske van, ami ugye lyukas mind a két oldalon, tehát úgy igyekeznek a férjeink, az édesapák is elkészíthetik, hogy az egyik vékonyabb legyen, a másik pedig vastagabb a csöve, hogy ha vékonyabb írást szeretnénk, akkor az egyik oldalt használjuk, a másik oldalt a vastagabb írásra. Például, ha virág motivumot akarunk, akkor vagy be akarjuk teríteni teljesen a rajzolt részt, akkor ajánlatos inkább, hogy vastagabb legyen ez a kis csövecske. És amikor már látjuk, hogy elég meleg a viasz, akkor a kitcét megfogjuk. Na most hát ugye a tollat hogy szoktuk fogni, a három ujjunkkal, de itt nem ez a technika, mint a tollnál, mert ha úgy fogjuk tartani, akkor nem fog kijönni a forró viasz a csőből. Tehát az a fontos, hogy a cső mindig egyenesen álljon. Tehát a tojáson, ha írunk, akkor az olyan szögben legyen, hogy az kifoljon a tojásra, és menjen szépen végig. Jaj, nagyon izgulok. Na, úgyhogy hozzá is lehet fogni, nem kell tőle félni. Tehát előtte fontos, hogy egy kicsit fel legyen melegítve a kitce is, tehát hogy ez se legyen hideg. Úgyhogy egy kicsit. Még leragadtam a pont-pont veszőcskénél az iskolában. Tehát a viasz is meleg, a kitce csöve is meleg kell, hogy legyen, és mikor már gondoljuk, hogy elég meleg, akkor megpróbáljuk, de ügyelni kell, mert nem radírozhatjuk, mint a füzetlapot, és javításra nem annyira van lehetőség, mert hogyha már lekaparjuk, akkor az aranyporos például, ha befessük vele, akkor maszatos lesz. Réka, te írtál erről egy könyvet is, a tojáshímzésről. Én természetesen tudom, hogy a Kés család hűen őrzi a hagyományokat, és mély tiszteletem előttetek, de miért pont a tojások? Az én Ida nagymamám is nagyon szépen hímezte a tojást, és amikor gyermekek voltunk, akkor engem is az unoka hugomat maga köré ültetett, és hát megtanította a
az ő mintáit, a technikát is, és aztán később, 2013-ban, hát így gondoltam, hogy ezt jó lenne megőrizni, úgyhogy kértem is, hogy rajzolja le a mintáit. És végül ez odáig tolódott ez az ügy, hogy végül nem csak őt szólítottam meg, hanem a többi tojáshímző asszonyt is felkerestem, és ők is lerajzolták, és hímeztek is nekem. Tehát egy szép kis gyűjtemény összegyűlt, és hát ez már 7 éve azóta, és hát ezt már össze kellett foglalni, úgy éreztem, hogy ez megérdemel egy könyvet. De mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Ugye azt mondják, hogy a tojás, mivel hogy a tojásból lettek a tyúk, mert hogy a dinoszauruszoknak is volt tojásuk, de hogy szerintem ez egy ilyen megválaszolatlan kérdés. Hogyan kerül a tojás a húsvéthoz? A tojás az emberiség történetében az örök élet szimbóluma. És hát a keresztény kultúrában pedig a húsvét az, a feltámadás, az élet, amelyhez a legjobban kötődik a tojás. Ugocsában, nevetlen faluban van is egy ilyen legenda, hogy miért piros a hímes. Mert amikor egy zsidó asszony összeszedte, ahogy nevetlen faluban mondják, a szénből vagy a színből, ez egy olyan félig zárt épület, a tojást, ahová toltak a tyúkok, a kötényében vitte, és éppen Jézus akkor már felfeszítetett a keresztfára, és az egyik tojás kiesett a kötényéből, és bele, tehát ettől lett véres, és ettől lett piros, tehát hogy ez Jézus vérétől lett piros a tojás. És a nyúl? Hát a nyúl az állítólag egy rossz fordításnak, egy német fordításnak, tévedésből lett szegény nyúl, de nálunk ez egy teljesen új keletű, itt Kárpátalján a nyúl hozza a tojást, meg a csoki nyúl már ugye megjelenik itt is, de azért hagyományosan még a tyúktojás az, amelyhez kötődik a húsvét. Milyen hagyományokat őriztek még itt Salánkon a húsvéttel kapcsolatban? Ugye itt a falu két felekezetre oszlik, reformátusok és görögkatolikusok élnek a faluban. A reformátusoknál azért hagyományosan inkább egyszerűbbek a szokások, de például Salánkon találkoztam először azzal a református hagyománnyal, hogy itt nem, tehát nagy pénteken mennek a temetőbe, és oda visznek virágot, előtte rendbeszedik a sírokat. Tehát a halott kultusz az a reformátusoknál a temetőben, tehát a halott kultusz az felerősödik, az nagyon fontossá válik. És ez egy régi archaikus szokás, mert valamikor minden református faluban így volt. Illetve a hímes tojás hímzés, ez is egy nagyon érdekes dolog, hiszen a református asszonyok is gyönyörű tojásokat hímeznek, és hímeznek még a görög katolikus soknak a pászkás kosárba szentelni. Megkérik őket, hogy hímezzenek. A görög katolikus családoknál ugye ott sokkal színesebb a szokás hagyomány, mert ott készülnek a szentelésre, a húsvét vasárnapi szentelésre. Tehát a pászkás kosárba való elkészítése az egy nagyon nagy munka, tehát megsütik a pászkát. Még újabban is azért igyekszik mindenki otthon sütni, illetve hát már üzletben is meg lehet vásárolni, de az otthon sütött pászkára annak a szimbólumrendszere is még megmaradt, tehát legtöbben még egy ilyen fonott koszorúval fonják körbe. És az öt rózsa. Az öt rózsa, a sebei, aztán ugye a Krisztus tövis koszorúját jelképezi. Erről el kell mondjak nektek egy történetet, nem tudom kihagyni. Én római katolikus vagyok, és mi is járunk szentelni, viszünk pászkát, és én amikor Erdélybe kerültem, az első húsvét, kiderült, hogy Marosvásárhelyen nem nagyon főzik a sonkát, hanem ott a bárány, igen, a bárány elkészítése. Nagy nehezen szereztünk sonkát, megfőztük, és kérdem a férjemtől, hogy pászkát lehet vásárolni, és mondta, hogy természetesen. Meg is ott a nagybevásárlásból elpakoltunk, leültek a vendégek, kérdem, hogy te hol a pászka vettél? És mondja, hogy vett ötöt. Ötöt? Hol van? Keresem mindenhol, és kiderült, hogy náluk a pászka az a ropi, az ostya, igen, és igen, ő vett tehát ez a zsidó. Nálunk azt mondják, hogy zsidó pászka. Zsidó pászka. Ugye ez a macesz
szerűség, ami egy ilyen vékony tészta, igen. És itt pedig az édes, édes és a kelt tészta, tehát az nem kelt, ez meg kelt tészta, igen, a pászka. Csalánkon a reformátusok azt mondják, hogy kalács. Kalács. Érdekes, itt hallottam először azt a mondást, itt Csalánkon, hogy karácsonyra kalácsot, húsvétra hús, pünkösdre meg a bigyút. Tehát pünkösd az már úgy annyira étel szempontjából nem volt olyan gazdag. És milyenek a locsolózási szokások a mai napra? Még mindig 100 tojást kell elkészíteni? Ja, kiskorunkban volt olyan, hogy igen, nekem is 100-at hímeztünk nagymamámmal és az unokatestvéremnek, és volt egy év, amikor elfogyott, és gyorsan mamát meg kellett sürgetni, hogy délben hímezzen már, legyen szíves még néhányat, mert egyszerűen nem maradt. Hát utána a locsolók aztán elkoptak, lehet azért, mert én is megnőttem, de én úgy veszem észre, hogy most már inkább csak a rokonokhoz járnak, vagy ismerősökhöz a fiúk, de még azért járnak, csak már kevesebbet. És hát változott, tehát hogy most már a versek is, ugye egyre modernebb verseket mondanak, persze vannak vallási vonatkozású versek, vannak inkább ilyen csalafinta, vagy világi versek is, de azért még odafigyelnek, hogy presztízs jelent az, hogyha egy kisfiú egy szép verset mond el, szóval főleg a rokonok ezt így jó szemmel nézik. És persze a locsolókodási szokásokhoz még, hogy mennyiben változott, ugye a vers jutalma az a hímes tojás. Hát ez annyiban változott, hogy azért még, ez, és ez biztató is, és jó is, hogy még van, aki igényli az, hogy viaszos hímest adjon, de persze már megjelentek az újabb technikával készült hímesek is. Hát ez egy természetes folyamat, de viszont ez tényleg még értékes, hogy még mindig megvan a viaszos hímes, és sokan adnak, ajándékoznak. Ha valaki nem készít, akkor például az olyan ügyes asszonyoktól kér hímest, mint például Iduska néni is. Várjuk felnőttként a locsolókat? Felnőttként várjuk a locsolókat, sőt nem is akarjuk. Őszintén? Őszintén. Na jó, de ezt most ebből Rita mondtad, hogy a 89-ben, amikor a Barnus vitte a tojást az Ungvári Egyetemre, hát abban az időben voltak az én lányaim olyan korban, hogy még tömegével jöttek a locsolók, és mivel, hogy ugye az iskolában is volt tojáskiállítás, akkor volt a rendszerváltás időszaka, és olyan nagyon jó leső érzés volt, hogy a gyerekek szinte versengve tízessével rohantak, hogy kijön be a legelsőnek, mert a legszebb tojást azt viszik a kiállításra is. És az én kicsi lányom olyan bitang volt, hogy mindig ráíratta a nevét az egyik oldalra, hogy a szomszéd kisfiú ne vigye el a kiállításra, mert azt nem ő hímezte. Hiába mondtam neki, hogy a lányoknak kell a tojást hímezni, a fiúknak csak gyűjteni kell, de ő nem az ő tojását ne vigye el a Salánk iskolába a kiállításra. És ez olyan nagy élmény maradt, és szép emlék maradt a számunkra. És mondjuk, mint nagymama, hát én örülök neki, hogy valóban ez a hagyomány él, mert mai napig sem kellett tennem a kicét, hanem igenis himeznem kell a tojásokat, és a másik pedig az a megnyugtató, hogy ha megvan az új divatos csoki tojás, vagy ehhez hasonló, de a fiatalság is igényli, hogy hadd legyen mellette egy hagyományos. Sőt, ők is már egyedül hímezik a lányaim a tojást, a kisunokák is beszállnak. Van olyan húsvét, hogy kategórikusan kijelentik, hogy anyuka, te hímezz, aki kér tőled, de a miénket mi fogjuk meghímezni. Úgyhogy ez jó dolog. Bevallom, én is gyerekkoromban nagyon vártam a locsolózókat, már a kapuban. Aztán volt egy idő, amikor úgy unja a tinédzser, mikor már este van, és még mindig jönnek tizen, s a kölni mindenhol folyik, és aztán eljött az az idő, amikor nagyon hiányzott. Amikor egy nagyvárosban már kezdenek elkopni ezek a szokások, és úgy hiányzott az a húsvéti hangulat, mikor jönnek a rokonok, barátok, megkínáltuk abban az időben a locsolózókat. Most még ez a szokás megvan? Közelebb ilyeket nagyobbakat, meg a szomszédokat, a komák eljönnek meg, vagy persze akkor. De a kisfiúkat, azokat nem, azoknak
odaadjuk a tojást, vagy még esetleg mellé csokit is. És érdekes ez az, hogy Salánkon hagyományosan régebben páros tojást. Ezt Réka mesélt már el, éppen erről beszéltünk. Igen, fel. Erről beszéltünk, hogy ez egy, végül is egy unikális szokás, például a csángóknál maradt még ez fenn, hogy páros tojást ajándékoznak, de nem feltétlenül a locsolóknak, mert az változó, hogy a locsolkodónak páros tojást adnak-e, vagy egy tojást, de a kereszt gyermekeknek. Tehát, hogy ez egy ilyen szokás a reformátusoknál is, és a katolikusoknál is, hogy a kereszt szülők a kereszt gyermekeknek, fiúknak is és kislányoknak is egy-egy páros tojást ajándékoznak. Hogy ez körülbelül a 2000-es évek elejéig még megmaradt, most már szerintem egyre ritkább, de még azért találkozunk ezzel. Igen, körülbelül a gyerek olyan 10 éves koráig. Igen, 10 éves, 9-10 éves koráig. Még mi is vittünk a kereszt gyerekeknek, kisgyerekeknek tojást. A katolikusok, ők általában a templomkertben húsvét hétfőn adják át, a reformátusok meg elviszik ajándékba. És kedden van a vízzel való visszalocsolkózás? Hát, annyira nem hagyomány, inkább ez már újabban volt, látták a tévében, meg stb., de így annyira nem maradt fenn. De viszont az igaz, hogy Salánkon 3 napig ünneplik a húsvétot a reformátusok is, meg a katolikusok is, de ez a vízzel való locsolkodás, ez hát annyira nem jellemző, nem tudom, Iduska, régen sem, én nem hát tudom. Hát volt idő, amikor igen, az édesanyám elmondta, hogy 2-3-szor öltöztek át a lányok, végigmentek a falun. Mert a de vájuk... hogy ők visszalocsolták a fiúkat. Ja, a visszalocsolás az nem volt. Az nem, én sem. Tehát szerintem az, ez csak ilyen hallottunk róla, de hétfőn locsolóztak. De hétfőn locsolóztak. Sőt, majd a modern világban volt egy időszak, amikor a fiúk a kocsival mentek, és akkor a műanyag flakonokat kiukasztották, és akkor azzal spriccolták a lányokat, és az olyan öröm volt, az én lányaim akkor voltak olyan lányok, hogy visongva jöttek, hogy őket lespriccolták. Hát ez nem a dézsából, meg a vájukból merték a vizet, hanem modern módra. Sőt, nekem most jut eszembe, hogy a Barnos férjem nagymamája az egyik mesélte, hogy ő neki nagyon sok szép ruhája volt, mert ilyen módos gazda lánya volt az idamama. Jöttek a faluban, amikor őt többször meglocsolták, hétfőn leöntötték vízzel, akkor hányszor tudott átöltözni, hogy ki is kitette a teraszra az ruháit száradni. És akkor látták, hogy lássák, hogy neki hány ruháját locsoltak össze. És hány locsolózója volt, igen. Milyen ételekkel készültök a húsvétra? Érdekes, hogy a reformátusok, nem érdekes, hanem ez a hagyomány, például a férjem nagyszülei, akinél mi itt laktunk, ide költöztük fiatalként, ők sonkát sem főztek. Tulajdonképpen a húsvét az olyan volt, mint egy vasárnap étel szempontjából, egy vasárnapi étel. Aztán ugye megjelentek később már a hideg tálak, a sokféle sütemény, de hagyományosan a kemencébe sült kalács, az édes kalács, a nagy kalács, ami ugye a katolikusoknál a pászka, tehát a reformátusoknál nem fűződött olyan különleges étel, ami csak a húsvéthoz kötődik, hanem ami az ünnephez kötődik. A katolikusoknál ott ugye rituális ételek vannak, tehát a pászkáról már beszéltem, a töltött lyuk, tehát ez Ugocsában nagyon-nagyon jellemző. A sárga túró. A sárga túró, ez érdekes, mert a sárga túrót például az ungi, meg a római katolikusok ugye tej és tojásból készítik. Salánkon, meg a többi görög katolikus közösségben, Ugocsában, ott inkább egy ilyen sült túrót készítenek, tehát meg a túrót magát össze, tehát kohszerű, összekeverik cukorral, tojással, és azt megsütik a sütőben, és azt viszik. Ezt pedig főzik. Ezt meg főzik tejből, tojásból. Tehát itt a szentelményes kosarakban például Salánkon ilyen típusú túró van. Hát a tojás nagyon fontos, ugye? A szentelményes kosárba, hímes tojás is, és nem hímes is. A bárányt kérdezted, ha nem is főznek bárányt, de a vajból elkészítik, és a szentelményes kosárba, és ez egy művészet amúgy, hogy ilyen gyönyörű kis bárányokat is virággal körbe rakják, tehát hogy megformálják, vagy valamilyen zölddel, igen. A bárányt, mint ételt és szimbólumot értem, mert hogy Jézus te elképezi, igen. Az Isten báránya, igen. De a sonka mit jelképez? Hát szerintem ez valamikor a bárány volt az eredeti étel, és aztán ugye lett a sonka. Hát tulajdonképpen disznósítottuk. Igen, ezt így gondolom. Vannak bizonyos hagyományok, szokások, hogy mi történik a szentelt ételnek a maradványaival. Nem szabad kidobni a tojáshéját, csülökcsontot. Ez még ma is így van, hogy a szentelménynek egyetlen egy darabkáját sem szabad kidobni.
tehát a morzsát, a tojáshéjat általában elégetik. Viszont emlékeznek még rá, az emlékezetekben még él, és lehet, hogy valaki a művelés, de erre nem találtam adatot, hogy a tojás héjával és a szentelt sonka csontjával gyógyítottak, tehát például keléseket kerekítettek. Újabban a sonka csontját, mivel az ugye egy nagyobb darab, ha nem göngyölt sonkáról beszélünk, mert már olyan is van a kosarakban, azt elássák a krumpliföldbe, aki nem gyógyít vele, de ez jobb legyen a termés. Igen, hogy jobb legyen a termés, de ez régebben is volt. Tehát aki nem hagyta meg gyógyítás céljából, akkor az elásta a krumpliföld. Tehát az a lényeg, hogy azért ne kerüljön földre, stb., hogy nehogy megszentségtelenítsék azt a szent elményt. És ugyanezt teszik a megmaradt morzsával, tojáshéjjal, mindennel. Tehát a szentelt dolgok, amit nem fogyasztanak el, azt általában tűzbe vetik. Ti nagyon jó irányba haladtok. Én próbáltam egy könnyű mintát kiválasztani, de nem tűnt könnyűnek. Jó, ez nagyon szép lett. Mesélj, Réka, nekem ezekről a mintákról. Ezt te gyűjtötted itt Salánkon? Igen, igen, és hát még a Salánkon még hímező asszonyok és lányok rajzolták. Hát annyit kell tudni a mintákról, vagy érdemes, hogy mindenkinek megvan a saját mintakincse, tehát minden egyes tojás hímzőnek megvannak a kedvenc mintái, és azokat, amelyeket rajzol. Viszont találunk közöttük nagyon sok egyformát is. Ilyenek például a különböző levelesek, vagy virágos díszítmények. Érdemes róluk tudni, hogy a salánki hímesnek, igen, ez az egyik jellegzetessége is, hogy az archaikus elemek, azok lényegében ötvöződtek a például a reneszánsz virágmotívum, a gótikus reneszánsz virágmotívummal. És persze vannak már egészen újabb minták is. Ez úgy van, ahogy Iduska néni is mesélte egyszer, hogy valaki eltanul egy mintát, de lényegében mindig tovább alakítja, beleviszi a saját egyéniségét is. Ahány kéz, annyi minta. Ahány kéz, annyi minta, igen, és ezt többen is mondják, hogy a sajátját mindenki úgy is fel fogja ismerni. Viszont én a sajátomat biztosan fel fogom ismerni. Nagyon szép lett ez is. És vannak jellegzetes minták, így például ilyen a bazsarózsás, amit most Iduska néni készít, ez nagyon népszerű minta Salánkon, és hát nehéz elkészíteni, és itt megpróbáltam, de Iduska néni ebben profi. És vannak még más díszítmények, például a kacskaringós, ezt már Iduska néni előre elkészítette, ezeket a gyönyörű hímeseket. Azt nevezi kacskaringónak, aminek az alapja egy ilyen, lényegében egy kacspár. Ó, itt látható is. Ezt nevezik kacskaringósnak, vagy seprűsnek is nevezik. Van az úgynevezett kakastaréjos, vagy kakastarajos, ezt én nagymamámtól tanultam, ami hasonlít egy kakastarajára, valószínűleg, hogy emögött a kéz ábrázolására való törekvés is lehet, hogy a taré hullámai egy kézábrázolásra hasonlítanak, de ez a jelentés már nem maradt fenn, hanem arra azt a nevet kapta, amire a legjobban hasonlít. Van még itt margarétás, búzakalászos. A díszítmények legnagyobb részét az a növényi ábrázolások foglalják el, ilyenek a különböző levelek, például itt is a levelek vagy virágok. Emellett találkozunk termésekkel, például búzakalász, szőlős is, találkoztam már cseresznyéssel, makkossal, ezek ritkábbak, de ezek is előfordulnak. Itt például egy szőlős, igen. És vannak, Iduska néni készített is, feliratosok is, általában ezek a húsvéthoz kapcsolódnak, például Krisztus feltámadt, áldott húsvétot, ez gyönyörű, igen, ehhez szépen kell tudni írni. Vagy például annak a lánynak a nevét hímezik rá, aki a tojást adja, vagy annak a fiúnak a nevét, aki a tojást kapja. Iduska néni, hogyan lesz ebből a tojásból ilyen tojás? Most kerül be a hagymahéjba. Igen, mikor megrajzoljuk a viasszal, gicsével a mintákat, akkor betesszük a hagymahéjból főtt lébe, tehát ha benne van a hagymahéj is, tehát rétegesen alul kell, hogy legyen egy réteg hagymahéj, rárakjuk szépen a tojásokat, hogy ne érjenek össze, befedjük újra a hagymahéjjal, és akkor feltesszük főni. És akkor úgy, mint átlagosan 8-10 percig fő, már a forrás után, hogy jó főjön meg, és akkor utána már csak annyi a dolgunk, hogy a kanállal kiszedjük és megtöröljük, mert ez a viasz elolvad a forró lébe.
És hogyan lesz ilyen szép aranyszínű? Van egy ilyen aranypornak nevezzük, ezt a háztartási boltokban lehet venni, és veszünk egy kis vattapamacsot, és bedörzsöljük a tojást. Nem kell tőle félni, hogyha oda is megy, ahol épp nincs a minta, mert mikor ezt megcsináljuk, akkor egy tiszta szalvétával, puha törlővel letöröljük, és akkor tiszta marad a tojás. És az aranypor pedig csak ott marad rajta, ahol viaszos minta van rárajzolva. Tehát így lesz belőle, így készül az aranyporos. Nagyon szépek, bevallom nektek, hogy kedvenc tojásaim, áldott ünnepeket. Köszönjük szépen, viszont kívánjuk. Már lesz. Én várom a locsolózókat. Mi is várjuk. Mi is várjuk, és áldott ünnepet kívánunk. Uraim, ne feledjék, éljenek a nők!